Március 3-án vasárnap utoljára járhatjuk be Jankovics Marcell grafikus művész 170 alkotását bemutató egyedi installációval kivitelezett Trianon című kiállítását. Várnak minden érdeklődőt a tárlat záró eseményére a Csók István képtárba. A finiszásra ismét Székesfehérvárra érkezik Jankovics Marcell, akivel 18 órától beszélgetünk majd a helyszínen. Trianon címmel kiállításra készülnek Székesfehérváron, ahol az ön alkotásait láthatják majd egy nagyon modern környezetbe helyezve. Mit jelent az ön számára Trianon? Erről az jut eszembe, messziről indítva a dolgot, amit a Salah ad-Din mond a Mennyei Királyság című filmben, mikor megkérdezi tőle Jeruzsálem védője, hogy mit jelent önöknek Jeruzsálem? És azt mondta Salah ad-Din, hogy semmit, majd elindul, vagy visszafordul, mindent. Na, körülbelül ez a helyzet vele, ugye hiába én még abban a nemzedékben tartozom, akinek mondjuk neveltetésénél fogva ez nagyon nagy probléma, nagyon nagy seb volt. Ugye ezt szoktam mondani, hogy mind a négy nagyszülőm határon túli. Tehát én úgy vagyok magyar, hogy én már Budapesten születtem, de az apám Pozsonyban született, a nagyanyám Nagyrőcén született, Felvidéken, a nagyapám, egyik nagyapám az Székely, a másik nagyapám ugyan Somogy megyei, de gyerekkorától fönt élt Pozsonyban, és szlovák nőtt feleségül, úgyhogy ez teljesen érthető, hogy számomra egy nagy veszteséget jelent. A Kárpátok koszorúját nem radírozta le. Erről is vallott a történelmi hazával kapcsolatos élményei során. Igen, volt egy rajzfilm sorozat, mondták a magyar történelemből, és ugye ez középkori történetek zömmel, és ilyen középkori jellegű térképecskét csináltam, és ugye nagyon szemet szúr, hogyha mondjuk az ember a Jóisten szemével nézi, nagyon szemet szúr a Kárpátok koszorúja. És ezt az ifjúsági osztály akkori vezetője nehezményezte, és azt mondta nekem, hogy Jankovics elvtárs, ez meg kellene változtatni a hegyek alakját, mert ebből a román és a csehszlovák elvtársak problémát fognak csinálni. Mondom, csináljanak, hát mit lehet emelteni. Megoldódott, elfogadták a látvány alapján, nem kellett ebből semmit sem változtatnom, de azért nagyon jellemző, hogy volt egy olyan idő, amikor a természetet is meg kellett volna emiatt változtatni. Többen nyúltak már hozzá a témához, azért talán mondhatjuk azt, hogy még mindig nehezen vagy keveset beszélnek Trianonról. Egyrészt azért, mert olyan keserű tanulságokkal jár az ember, nem szívesen. Nem szívesen. Nekem volt egyszer egy korábbi munkám, amikor megírtam a ifjúságomat, ami szintén nem volt valami fényes. Egészen addig, amíg be nem kerültem a Pannonia filmstúdióba, japán börtönben volt, ez nem volt egy könnyű élet, főleg a családomnak. És amikor megírtam az emlékirataimat, akkor gyomorfekét kaptam. Szóval az ember állandóan abban él, ami nem jó, ami nem örömteli. Úgyhogy ezt valószínűleg nem tudtam volna megcsinálni mondjuk 90-ben. De azért el kell mondanom, hogy a közeledő évforduló ebben szerepet játszott. Méri Gábor, az én kiadóm és barátom, ő volt az, aki felvetette ezt a gondolatot, mondjuk úgy, hogy megbízásszerűen, csak eredetileg ez úgy volt, hogy a Trianon és kommunizmus az két téma. Hát én azonnal a Trianont választottam, egyrészt, mert még a kommunizmusban viszonylag közel vagyok, tehát az nem, nincs rálátása annyira az embernek, meg az nem izgatott valahogy annyira. Szóval ez a magyar ügy, ez a magyar ügy. A kommunizmus megírhatják a lengyelek, a csehek, bárkik, de nekünk ez a mi ügyünk. Említette, hogy ugye ennek van előzménye, hiszen egy kötetre készül, mégpedig a Román Nemzetgyűlésnek a 100. évfordulója kapcsán készült egy kötet, és gyakorlatilag oda készült munkákkal. Erről mesélne egy kicsit bővebben? Igen, hát ez a én kötetem, ugyanis viszonylag rövid szövege van, egy 45-50 oldalas szöveg, amiben muszáj valamennyit elmondani, hogy az, aki mondjuk úgy kapja a kezébe, hogy fogalma nincs tulajdonképpen, manapság egyre többen vannak, tehát erre szükség van, de ez egy képes történet, tehát mondhatnám fordítva, hogy a képeket illusztrálja a szöveg.
És az alap ötletem az az volt, ugye minden a magyar, középkori magyar királyság összeomlására vezethető vissza. Azok az államok ebben a térségben tulajdonképpen mind nagyon megsínylették, még az úgynevezett első világháborús győztesek is. Ez benne is van egy kicsit a történet, mármint a képek sorozatában, ugye, mert a Jugoszlávia szétesett, Csehszlovákia szétesett, Románia egyelőre még dagadni akar, de nem tudjuk. Mi már nem tudunk tovább kicsinyedni, a Basescu fenyegetőzik néha, de az már nem megy. Szóval, és egyszerűen elindult egy folyamat, egy két éves munka. Tehát úgy kell elképzelni, hogy 265 lap, vannak olyan lapok, ahol több, csupán csak fejek, mert ez is egy izgalmas feladat volt a számomra, hogy nagyon régen nem rajzoltam így. Tehát nekem nem ez volt a kifejezett világom, hogy nekem kapcsolódnom kell mondjuk konkrét személyekhez. Tehát hasonlítania kell Medgyessy Péternek, Nasztázinak és a többieknek, és ugyanakkor olyan figurák, akik a történelemben közismertek, és ugyanakkor azt a látszatot keltik, hogy könnyen lehet őket karikaturizálni, nem így van. Hát nekem hihetetlen nehézséget okozott például Churchill, aki nem negatívan szerepel a történetben, mert ugye vannak pozitív pillanatok is, és ebben ezért sok humor is van. Tehát próbálok humorral oldani, hogy aki végignézi, az ne keserű szájízzel távozzék. Na, ez egy két éves munka volt, először kínlódtam kompozíciókkal, vázlatokkal, és menet közben ez alakul, fejlődik, és Tóth Norbert mondta, egyébként olyan, mintha én suktam volna neki, hogy ezt mond, hogy ez olyan, mintha egy karikaturistának, aki speciál politikai gúnyrajzokra szakosodott, egy több éves vagy évtizedes munkásságából egy válogatás lenne holott, ezt én két év alatt legyártottam. És ez azt is jelenti, hogy én nem minden esetben, de az esetek egy részében próbáltam azt a stílust is megtalálni, ami illik ahhoz az időszakhoz. Tehát a Tanácsköztársaság, mert az nyakig benne van ebben a sorozatban, a Tanácsköztársaságnak is van egyfajta stílusa, és a előtte ennek a bizonyos első világháború előtti egészen más világnak, amikor még királyok vannak, és tele van a kitüntetéssel, és ilyen maskarákba öltözve élnek az uralkodók, annak is van egy világa. Nekem az a szerencsém, nem kellett lopnom, de az a szerencsém, hogy megvan, nagyapám kapta még annak idején a háború előtt, első háború előtt, még alatt, Münchenből a Simplicissimus című híres politikai, ez akkor abban az időben ez liberális folyóirat volt, és csúfolódott nem csak az Antanttal, hanem csúfolódott a saját magukkal is, hát a németekkel is, a császárral is. Ment. Az egy demokratikus világ volt minden látszat ellenére, és abban volt néhány olyan karikaturista, aki nekem mintaérték volt. Most ez egy külön izgalmas dolog, hogy hogyan tudok én úgy elszakadni tőlük, mert ez egy segítség, hogyha egész más figurákat kell rajzolnom, de én fotók alapján dolgoztam az internetről, nagy segítség. Arra gondolok, hogy Gulbranson, aki egy nagyon kiváló svéd származású művész volt, aki Németországban élt, és abban a közegben ő halhatatlannak számít. Ő életében nem látta Wilsont, csak rossz újságfotók alapján tudta Woodrow Wilsont lerajzolni. Nekem meg ott van, hogy ezerféle változatban, a filmen is ott látható, tehát egy könnyebb helyzet. De hát közben az ember ezeket nézi, ezért két év, mert ugye a gyűjtés is van, és a két év alatt és lassan megformálódnak ezek a gegek, a gegszerű helyzetek, amiben lehet egy nagyot csípni valakiben, aki megérdemli. Aki ellátogat a Fehérváron nyíló kiállításra, mondhatjuk, hogy egyfajta ízelítőt is kap a kötetből? Zömmel kapja, ugyanis a rajzoknak mondjuk úgy, hogy közel kétharmada. Nem tudom most átszámítani, 172 rajz lesz kint, valamennyi lesz, gondolom, hogy az asztalon, vagy így úgy, vagy vitrínben, nem, erről Norberttel beszéltünk, hogy lesz még ezen kívül, de az összes rajzból egy pár nyilván nem arra való, hogy ezt így kiállításként rakják, tehát amikor semmi más nem csinálok, csak karikatúrát
egy lapra több politikusról, akkor nem ez a feladat, hogy az oda kerüljön, hanem az volt az elképzelésem, hogy a könyvnek az elején és a végén van az a két lap, ami még a közvetlenül tapad a borítóhoz, itt a hátsó borítóhoz, hogy azokat tele lehet rakni ilyen kis fejekkel. Tehát kis maszarikok, meg kis benesek, meg kis Wilsonok, meg kis Chamberlainek, stb. Akartam ilyen keresztmetszetet adni abból, hogy nézett ki az akkori angol vezetés. És akkor ott együtt vannak egy ilyen dekoratív rajzban, ami egy kicsit az epitáfiumok, tehát a halotti címerek mintájára készülnek, fejek vannak karikaturisztikusan, és a kezük ügyében, vagy rajtuk olyan jel, ami az én kritikámat is jelzi. Majdnem minden nagy nyugati hadseregnek volt olyan tábornoka, Cadorna az olaszoknál például, vagy a Douglas Haig az angoloknál, de saját katonáik hívtak mészárosnak, mert annyi embert pusztítottak el a győzelem reményében. A Somme csatában, ahol 100 000 számmal haltak meg angolok, hát persze, hát és ezek a figurák ott vannak, és azt akarják érzékeltetni a nézővel, hogy ne vállalt föl, hogy csak te vagy azért a hibás, ami történt. Mert egyszerűen ez még mindig tartja magát, ez az aljasság, ugye, hogy mintha a központi hatalmak lettek volna csak a felelősek az első világháború. Ugrásra készen állt minden nagy hatalom, és ez a hülye császár, ahelyett, hogy örült volna, hogy békében éli le az életének az utolsó 2 esztendejét, ugye, mert 16-ban meghalt. Hát tényleg, saját, ma mindenki, nem mindenki, de sokan mondják, hogy a monarchia az milyen egy értékes államforma volt, hogy sok nép el volt együtt. Igaz, hogy nem problémamentesen, de hát ahhoz képest, mert mindenki emelkedett általa. És én Magyarországról úgy gondolkozom, voltak régebben vitáim, most már ilyenekkel nem forog, de régebben voltak vitáim a szlovákokkal, vagy akikkel lehetett szót érteni ilyen témában, horváttal, hogy vesztesek vagyunk mindnyájan, mert most akkor ugye még nem lehetett átjárni. Ez olyan időben volt, tehát a kommunizmus vastagjában. No, te ide válsz a Balatonra, és akkor úgy tudod elképzelni, hogyha megkapod, hogy a tiéd lesz, elveszed a magyaroktól. No, ahelyett, hogy abba gondolkozni, hogy milyen természetes állapot volt, amikor egymáshoz járhattunk. Nem kellett útlevél, mert egy ország volt. És az oroszoknál volt ez a szokás, hogy olyanokat mondtak, amikor mondták neki, szegény oroszok, ti nem utazhattok. Szóval a világ egy hatoda a miénk, hát minden megtalálható, ott se utazhattak. Szóval ahhoz külön engedély kellett, hogy mondjuk egy moszkvai elmehessen Leningrádba. De ezt mondtam általában, hogy Magyarország kicsiben ugyan, de egy kis világ volt. Volt tengere, voltak hegyei, voltak erdői, volt pusztája, voltak folyói, volt egy csodálatos tava, mindenféléje volt, és hát az egy sajnálatos dolog, ugye, hogy mi pont a hódoltságot örököltük meg nagy részt, tehát azon a területen élünk, amit a török nagy rész kipusztított. De hát én úgy tekintek a Pozsonyi Márton templomra, vagy a Kolozsvári Mihály templomra, vagy az Erzsébet templomra, a Kassán, ez a miénk. Nem azt mondom, hogy a enyém, hanem hogy a miénk. Tehát én most már, amióta nem kérdezi a kutya se, ha átmegyek a határon, hogy ki vagy és mit akarsz. És ad abszurdum, még arra is van példa, hogy értik, amit magyarul mondok. Hát azt mondom, hogy ez egy békés világ fele megyek, de azért közben persze csavar a gyomor. A tárlathoz kötődően számos programra várták az érdeklődőket, ahol sokan sokféleképpen megfogalmazták azt, hogy számukra mit jelent Trianon. Az ön számára mit jelent Trianon? Csak negatívat kéne, hogy jelentsen, de így, ahogy telik az idő, és látja az ember, hogy miket ébreszt fel, így mindjárt 100 éve, hogy ez a tragédia megtörtént a magyar nemzettel, a magyarokkal. Én úgy érzem, hogy olyan jó erők mozdulnak meg az irányba, hogy majdnem azt gondolom, vagy reménykedem abba,
hogy ahogy Jézus is mondja, hogy, vagy a Szentírás, hogy, hogy a rosszat hogy lehet jóra fordítani. Én nagyon reménykedem abba, hogy, hogy a Jóisten segíti ezt, hogy, hogy, hogy jóra ez a nagyon nagy rossz, amit műveltek a magyarsággal, ez hát, ha jóra lehet fordítani. Én így, 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 ha gondolok Trianonra, akkor ezt kell, hogy reménykedjek, mert ha nem, úgy elkeseredik az ember, mert kérdezi, hogy mi, mit jelent nekem Trianon, hát a boldogságot semmiképpen, elkeseredést, mert a határon túlnak lenni, nem tudom, mennyire lehet feldolgozni ezt a kérdést. És szerintem határon belülre lenni, és egyre kicsikébbnek szorítani össze magát, az se egy nagy boldogság. Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy kívül maradott valaki vagy bent, ugyanakkor a csapás. Mint hogy tagjainkat levágnak, akkor, akkor mit ül boldogabb a testem, hogyha egy lábam vagy egy kezem hiányzik? Nem tud. És én nagyon reménykedem abba, hogy, hogy, hogy a Jóisten mellettünk lesz, és ennyi idő után is jóra fogja fordítani, vagy segíteni jóra fordulni ezt a, nem is tudom, hogy hívjam, hogy a világ erői ilyen tudtak művelni, és a világ hallgat, vagy ha szól is hozzá, akkor csak halkon, még egy más része a világnak. Ki használja ezt? Én azt gondolom, hogy, hogy erre nem csak mi kell, hogy rájöjjünk, magyarok. Egy kicsit a környező országok is, még az egész világ. Mert bárkival megcsinálhatják bármikor, ha ennyire tud hallgatni a világ. Az anyaországtól elcsatolt részeken mekkora kihívás megőrizni a magyarságot, vagy hagyták-e megőrizni a magyarságot? Hát minél messzebb a mai határtól az ember, annál nehezebb megtartani, vagy kivívni azokat a jogokat, amelyik én Csángóföldről jövök. Csángóföld a mai napig hiába van egy fakultatív magyar oktatás, az csak fakultatív, és szóval nem kell belenyugodjon az ember, hogy van oktatás. Hát mit jelent az fakultatív, nem? És én azt gondolom, hogy ez egy olyan rossz, amit nem nagyon lehet pótolni. Mert azt, hogy azok a gyermekek ott nem tudnak a mai napig magyar iskolákba járni, és aztán később megpróbálja az ember bepótolni, azt nem. De ez csak egy aspektusa ennek a dolognak, hogy el vagyunk zárva, mert ha Erdély ott lenne ma is, ahol volt valaha, akkor mi ott lennénk Erdély szomszédjai, vagy nem? Ott lennénk a kisebb testvér. De ez nagyon egy pár szóval csak dühödni tudok, bocsánat, hogy így, mert én mai napig ezt nem tudom elfogadni, és nem is tudok belenyugodni, és mindig reménykedik. Csak avval tudom valahogy egyensúlyozni, hogy reménykedik az ember, hogy változik a világ, ahogy nagy hatalmak is úgy eltörlődtek, mintha nem is lettek volna. Én reménykedem abba, hogy ha nem is a határok, de kulturálisan és más szempontokból mindenképpen el fog törlődni a határ. De mondjuk, ha kultúráról beszélünk, akkor nincs határ. Hála jó Istennek, hogy kultúra olyan erős, hogy itt nem lehet, és a szellemi dolgokat, itt nem lehet bekeretezni, még le falakat építeni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy a magyar kultúrának, nem mondom, hogy jót tett, Isten őriz, ilyent nem akarok mondani, csak felébredt. Nagyon sok kultúrember, nem annyi, amennyi kéne, de felébredett, főleg a népművészet, a népzene, én azt hiszem, hogy itt nem hogy adott erőket, de olyan összefogás lett, hogy én azt gondolom, hogy a világnak adunk példát ezzel.
Mondhatjuk azt, hogy szívben és lélekben egyek vagyunk ma is. Hát, Mogácska kimondta, köszönöm, az szerintem mindig egybe. Amikor hallgattunk is, vagy hallgattak, akik kellett, hogy hallgassanak, mert nem mertek. Én azt gondolom, hogy szívben, lélekben és szellemileg mindig egybe volt a magyarság, és nem csak a magyarság. Én találkoztam olyan művész emberekkel, aki nem tud magyarul, de azt mondta, a Kodálynak köszönhetem, hogy magyar vagyok. Egy csellista, aki a Bartók negyedik szonátájával a világot járja be, és az szinte verve a mellét, hogy ő hát ezeknek a zene, csuda zeneműveknek köszönheti a magyarságát. Ő magyarul érez, magyarul gondolkodik. Szemadám Györgynek hívnak, de eredetileg engem Semadám Györgynek hívtak, csak a rendőrség átírt a fonetikusra, amikor személyigazolványt kaptam. Ez azt jelenti, hogy Simonyi Semadám Sándornak, annak a miniszterelnöknek a leszármazottja vagyok, aki alatt aláírták a trianoni békét. Rögtön mentegetnem kell. Nem közvetlen leszármazottja vagyok, csak a nagyapám volt unokatestvére. Rögtön mentegetnem kell ezt az embert, aki katolikus néppárti képviselő volt, és valakinek ezt a szégyent fel kellett vállalnia. Ő, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 hónapig volt miniszterelnök mindössze, és utána visszavonult a politikától, és utazott, rovarokat gyűjtött, és így tovább. Hát ez az első élményem, hogy én nekem gimnáziumban duplán hátrányos helyzetem volt, mert a régi vágású tanárok engem, mint a trianoni országvesztő leszármazottjaként tartottak számon, hát a kommunista új emberek pedig hát a régi világ képviselőjének közöm nem volt az egész történethez. Természetesen mindig én feleltem, amikor ezek a 20-as évek szóba kerültek. Tehát, hogy nekem van egy ilyen személyes kapcsolatom ezzel, ami teljesen abszurd. A magán véleményem pedig a saját élményem az, hogy 1971-2 lehetett, amikor Haris Laci barátommal, aki fotográfus, mentünk Erdélybe először. És az döbbenetes élmény volt, Trabanttal én vezettem, hogy már 2 napja megyünk kelet felé, és még mindenki magyarul beszél. Aztán egyszerre csak ráébredt az ember, hogy Segesvár, Nagyszalonta és így tovább, minden ismerős volt a történelemből, hogy a magyar történelemnek, de hogyha az aradi vértanukat nézem, akkor különösen igaz ez, a legnagyobb része szinte egy olyan területen játszódott le, ami a mai határainkon kívül van. És az az igazság, hogy a gimnáziumban mi erről olyan nagyon sokat nem hallottunk, nem tanultunk. Ugye én 66-ban érettségiztem, tehát azokban a 60-as években erről nem sok szó esett. És nekem hosszú idő kellett, tehát 1-2 évtized, amíg rájöttem, hogy mi is volt Trianon, hogy ez valami hihetetlen, megalázó, igazságtalan, népirtó szörnyűség volt, és hát azóta a határon túli magyarokkal tartom a kapcsolatot, nem csak Erdéllyel, hanem a felvidékkel, délvidékkel, mint a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, feladatom is ez egyébként, és ugye közelebbről a képzőművészeti tagozatnak voltam a vezetője, illetve annak vagyok a tagja. Hát ott mi jó pár embert elhívtunk, azután a szégyenletes népszavazás után, ahol ugyan az igenek többségben voltak, de mégis érvénytelen lett, és a határon túli magyarok ezt úgy fogták fel, hogy hát megtagadtuk őket. Úgy is viselkedtek némelyik helyen, igazságtalanul, és mi akkor úgy döntöttünk a Művészeti Akadémiában, hogy minden egyes tagnak
joga van meghívni egy határon túli művészt, Dafke, a mindenek ellenére. Én személy szerint Kusztos Endrét hívtam meg, egy ma már elhunyt idős erdélyi képzőművészt, és nagyon büszke vagyok rá, mert úgy éreztem akkor is, hogy ez valami fajta gyógyír talán egy kicsit. És a mai napig ott ülnek a képzőművészeti tagozatban ezek a határon túli emberek, ami nagyon jó. Hát persze ez nem igazából kárpótlás Trianonért, de az, hogy elevenen benne él az emberbe, egy korombéli emberbe is, aki ugye hát jóval később született, az nagyon fontos. Tehát Trianont nem szabad elfelejtenünk. Lélekben, szívben, vagy akár művészetben, hogy azt az ön is említette, egyek vagyunk, meg egyek maradtunk. Sőt, talán több is ennél a dolog. Mi nagyon sokat kaptunk Erdélytől. Ugye, amikor valamilyen módon felvettük a kapcsolatot, én, ahogy említettem, már a 70-es évek elején történt ez, de én egy későbbi generáció voltam, a korábbiak azok egy élőbb kapcsolatot tartottak, és azt kell mondanom, hogy az erdélyi hogy csak a képzőművészetre szorítkozok, most a zenéről nem beszélek, a népi kultúráról nem beszélek, pedig ezekről kellene első helyen. A képzőművészettől nagyon sokat kaptunk. Különös módon Marosvásárhelyen, Kolozsváron, de Bukarestben is nagyon jó volt a képzőművészeti képzés. És azok az emberek, kortársaim, akik közül nagyon sokan azóta már áttelepültek, rendkívül sokat adtak a magyar képzőművészetnek. Neveket is tudnék említeni, de túl hosszúra nyúlna. A kiállítást most látom először, és először is megdöbbentett, hogy Jankó és Marcel kollégám ilyen komoly és nagy munkát végzett etére, mert eszembe jutott ehhez azért gyomor köllött, hogy az ember végigcsinálja, és nem is árt, ha minden arcot ide rászögezünk a falra, és elénk rakják. Az én gondolataim inkább akörül forognak, hogy miként lehet meghaladni Trianont. Tehát mi az, amit ebből a tragédiából mégis előnyünkre tudunk fordítani, mert van ilyen, ahogy ma látszik, hogy Európa szélein megőrződött valami, ami Európa közepén nem, ez ne vegyék sértésnek, kicsibe így érződik, és ezt nem én mondtam, tőlem bölcsebb emberek, hogy a határon túli széleken olyan dolgok megőrződtek, amik a középen nem. És hogy idézem Szabados György zeneköltőt, aki ezt mondta, hogy akkor lesz jó és helyes a magyar szellemiség, ha a szélekről beporozzák. Mi az, ami itt középen elveszett, és tulajdonképpen a széleken viszont megmaradt? Egy archaikusabb, régebbi szemlélet. Én alföldinek hívnám, hiszen délvidéki vagyok, és az ottani lassú mozdíthatatlanság, belső mozdíthatatlanság az talán, ami ebbe a főgyorsult és széthulló és izgő mozgó világba valami olyan régi és biztos alapállást segít kibontakozni, ami egykoron meg volt őseinkben. A szélek beporozzák a közepét, és akkor lehet újra egy egész. Ez valaha megvalósulhat-e? Ha a szellemi egységről beszélünk, azt nagy képűség volna most jósolnom, hogy mikor és hogy, az biztos, hogy nem állunk jól. Egyre gyöngébb az öntudat, mindenhol, középen, széleken egyaránt, és mintha nem törődnénk abba, hogy mindennek van szellemi arculata és sajátossága. Ezeket a sajátosságokat kell megőrizni, bár van igyekezet, azért messze vagyunk attól, hogy nyugodt legyek. Miként lehetne visszafordítani ezt a folyamatot, tehát hogy újra legyen öntudat az emberekben? Hát először is más életmód kellene. Tehát amíg ez az ipari civilizáció tart, ami egyre jobban szobákba és gépekhez szögezi az embereket, úgy nem lesz se közösség, se szellem. Hát tulajdonképpen számunkra Jankovics Marcel hívószava az gyakorlatilag kötelező érvénnyel bír. Nekünk több közös projektünk is van Jankovics Marcellel, mint ahogy több közös projektünk van a kiállítás rendezőivel, ötletgazdáival.
tehát a Forrás Galériával, akikkel közösen már 5. éve csináljuk Budapesten a Kárpát-Haza Galériát, ami a külhoni magyar művészek bemutatását vállalta föl a Nemzet Fővárosában. Ugyanakkor Jankovics Marcell művész úr ugyan évek óta a rajz és címerpályázatunk zsűriének az elnöke, és ha jól emlékszem, akkor éppen 2 éve volt a pályázatunk díjkiosztója Székesfehérváron. Tulajdonképpen hazajárunk, és bár a téma az nehéz, megosztó, de mégis szívesen jövünk. Önnek mi a véleménye Trianonnal kapcsolatban, és ugye a témával a kiállítással kapcsolatban? Ehhez a kiállításhoz mi azzal járultunk hozzá, hogy a lépcsőn fölfele látható, és a külhoni területekről származó gyerekek Trianon gondolatait mi gyűjtöttük össze. És éppen ma ide készülve olvastam el újra őket, nyilván elsősorban a székelyföldieket, egy kicsit hazabeszéljek, és volt néhány nagyon elgondolkodtató, ugyanakkor megmosolyogtató, hiszen mégis a gyerekektől származnak. A saját véleményem helyett talán jobb, hogyha most visszaidézem, hogy ők mit mondtak. Volt egy olyan kistány, aki azt mondta, hogy mivel a románok sokat szívatnak minket, ezért lettünk ilyen szívósak. Aztán meg is adta egy másik gyerek, megadta a receptet, hogy nekünk akkor hogy is kell ezt az egész dolgot csináljuk. Ő azt mondta, hogy tulajdonképpen az lenne a megoldás, hogyha Erdély függetlenedne és visszavenné Magyarországot. És volt egy harmadik kisfiú, aki azt írta, hogy nagyobbá is ért minket, azt is túléltük, és ezt is túl fogjuk érni. És ha a saját gondolatomat hozzá kell tennem, akkor úgy gondolom, hogy meg fogjuk haladni, és le fogjuk győzni Trianont, nem is olyan távoli jövőben, hiszen az akkor győztesekként ünneplők közül azt hiszem, hogy ma Magyarország senkivel nem cserélne. Jankovics Marcell a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Magyarország érdemes művésze, Prima Primissima magyar örökség és Leonardo da Vinci díjas grafikus művész, rajzfilmrendező, művelődés történész, közel 200 grafikája látható újszerű közegben. Első alkalommal Székesfehérváron a Csók István képtárban mutatták be a Művész Trianon című kiállítását. 1526-tól a 2000-es évek elejéig jelennek meg a magyar történelem eseményei, a trianoni békediktátummal való összefüggéseiket megragadva. A kiállítás az első bemutatkozása annak a reprezentatív művészeti és kultúrtörténeti jelentőségű anyagnak, melyet egy nagyszabású, sok tekintetben újszerű, innovatív installáció foglal keretbe. Jankovics Marcell az elmúlt időszakban, mint oly sokszor életében, most is egy igazi vállalkozásnak fogott neki, több mint 200 rajzot készített Trianon témakörben, illetve feldolgozta ezt, mert egy 40 oldalas írásos anyag is van hozzá, amely tudományos igényességgel járja körbe ezt a kérdéskört. Elsősorban olyan szempontból, hogy mik azok az okok, amik előidézték Trianont, illetve milyen következményei vannak mai napig. A finiszázs részeként számos érdekességet tudhatnak meg majd a helyszínen a művésztől. A beszélgetés után félbemutatóra is sor kerül, majd a helyszínen, melyet a Trianon című kiállítás kapcsán forgatott a Fehérvár Televízió. A szervezők várnak minden érdeklődőt vasárnap 18 órától a záróestre a Csók István képtárba.